Sziasztok! Üdvözöllek benneteket itt a YouTube csatornámon. A mai videómban ezt a 30 éves ganzgyártmányú fogyasztásmérőt fogom használni. Indukciós fogyasztásmérőt a ganz már 1889 óta gyárt. Noha ez nem egy 133 éves fogyasztásmérő, hanem csak egy 30 éves, viszont az alapelvek azonosak, ez is ugyanúgy működik hasonló alapelveken, mint amit 1889-ben megalkottak. A ganz és társa vasöntönde és gépgyár története 1844-ben kezdődik. Ekkor Ganz Ábrahám, a magyar nehézipar megteremtője, megnyitotta öntödőjét Budán. Többek között ebben a budai öntödében készült a Lánchíd kereszttartójának egy része. Valamint csúcsminőség vasúti kerekeket készítettek, kokillában úgynevezett kéregöntési technológiával. Kicsit később Megvart András 1878-ban a Ganzon belül létrehozta a villamos osztályt. Élére Cipernovszki Károlyt nevezte ki. Kicsit később, 1882-ben a csapathoz csatlakozott Déri Miksa és Bláti Ottó is. Igazából az első nagy feladatuk az volt, hogy valahogy megoldják a villamos energiának az elosztását, és talán a második az, hogy valamilyen úton mérni lehessen ezt a fogyasztást a fogyasztóknál. Valószínűleg nagyon jól mentek a dolgok, hiszen már 1885-ben létre tudták hozni az energiaelosztásban használatos transzformátorokról szóló szabadalmat. Akkoriban az energiaelosztás még nem nagyon volt megoldva, szóval ennek a transzformátor dolognak nagyon nagy jelentősége volt. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a transzformátornak van egy primerköre és a szekunderköre. A primerkörét rákötötték az erőműre, a szekunderkör megment a fogyasztókhoz. Ebből az energiaelosztóból Edison cége is vásárolt. Sőt, mi több, az Edison cég egyik képviselője ideutazott és megnézte a csodát. Kicsit később ez a képviselő javasolta Edisonnak, hogy vásárolják meg a szabadalmat, Edison ezt elhessegette ezt a gondolatot, hiszen Edison az egyenáramnak a híve volt. Kicsit később aztán mégis belement a buliba, és megvásárolták a szabadalmat. Nem ment minden simán, 20 ezer dollárért adták el a szabadalmat, viszont Edison cége csak 5 ezer dollárt fizetett ki. Nyilván perre mentek, aztán valamilyen útonvonalon megegyeztek. De nem csak az egyetlen egy kalabajka volt az energiaelosztásban használatos transzformátor kapcsán. Ugyanis Teslának volt egy szabadalma, a szabadalom a légérésről szólt. Egészen pontosan arról, hogy a légéréssel meg lehet akadályozni azt, hogy egy vasmag megolvadjon. Ez aztán lehetővé tette, hogy az USA-ban a transzformátor nevű találmányt nem a három magyar mérnökhöz kötik, hanem George Westinghousehoz. Természetesen egy hosszú vita alakult ki, hogy ki is találta fel a transzformátort. Szerencsére a vita eredménye az lett, hogy elismerték az elsőséget, és a három magyar nevéhez kötődik a mai napig a transzformátor feltalálása. Bláti Ottó nevéhez fűződik az indukciós elvű fogyasztásmérő, és a világszabadalmat 1899-ben nyújtották be. Azért az első fogyasztásmérők meglehetősen kezdetlegesen néztek ki. Aztán 1910-ben jött a továbbfejlesztett változat, a B1-es típus, a B1-es típusban a B betű a Blátira utal, és a készülék 2,6 kg súlyú volt. Sajnos a ganzgyár 1944. december 28-29-én nagyrészt leégett. Kicsit később, 1948. november 1-én önállósult a Ganz árammérőgyár, és 1949. januárjában pedig kiköltözött Gödöllőre. Kieszeltem pár dolgot, amit ezzel a fogyasztásmérővel végre tudok hajtani, közelebb hozom a kamerát, nézzük meg. Videóm előző részében szétszedtem ezt a fogyasztásmérőt, és láthattátok, hogy miként épül fel ez a szerkezet. Aki esetleg nem látta, annak javaslom nézze meg az előző részt, most pedig megnézzük, hogy miként kell bekötni ezt a részt itt. Ez itt egy egyfázisú fogyasztásmérő, és hogyan kell bekötni a mondatomat, értsétek úgy, hogy ide kell kötni a bejövő fázisvezetéket, ide pedig azt a fázisvezetéket, amely a fogyasztók fele megy tovább. Ide pedig a nullvezetéket kell bekötni. És ha megnézitek itt, ez a két pont össze van kötve, szóval ez a két pont is össze van kötve ennek a sinnek a segítségével. Szóval itt ez a két darab kék vezeték tulajdonképpen egyetlen egy nullvezetéknek felel meg. Szóval nagyon röviden, ide kell kötni a nullvezetőt, ez a fogyasztásmérőnek a fázis bemenete, ez pedig a fázis kimenete. Azért, hogy egyszerűbb dolgom legyen, erre a vezetékre itt egy villásdugót helyeztem, ott láthatjátok, erre a vezetékre pedig itt egy konnektorrajzatot. Szóval ebbe fogom bedugni a fogyasztókat, és meg fogom nézni a villanyóra segítségével, hogy a fogyasztók mennyit fogyasztanak.
Ezen kívül ott láthatok egy digitális fogyasztásmérőt, nézzük meg, mi történik akkor, ezt az egész szerkezetet bedugom abba a konnektorba ott. Először is csatlakoztattam ezt a fogyasztásmérőt, itt láthatjátok majd az alsó sorban, hogy mennyit fogyaszt egy villanyóra. Tehát amikor ezt bedugom, akkor gyakorlatilag azt fogjuk megnézni, a villanyóra üres járásban mennyit fogyaszt, itt nincsen semmilyen fogyasztó bekapcsolva. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk nézni, készítettem ide egy papírdarabot, és megpróbálom ezt a papírdarabot ide helyezni, így erre az alumínium tárcsára. Tudjátok, ez az az alumínium tárcsa, amit itt erről lehet látni, és van rajta egy fekete jelzés, hogy forog, viszont ha ide rakom ezt a papírlapot, és az a papírlap elkezd közeledni ide a fal fele, azt egyszerűbb megnézni, mint amikor azt nézzük, hogy milyen lassan forog az a fekete rész. Szóval azt fogjuk megnézni, hogy egy villanyóra mennyit fogyaszt. Azt pedig ezzel fogjuk megnézni, és vajon, ha csak bekapcsolunk egy villanyórát, akkor forog-e ez az alumínium tárcsa vagy sem. Na nézzük meg, csatlakoztatom. És mindjárt látjuk, hogy a villanyóra mennyit fogyaszt. A villanyóra jelen esetben 1,4 wattot fogyaszt, és meg fogjuk nézni ezt a részt, hogy mi történik vele. Lerakom az állványra a kamerát, hogy jobban lehessen látni. Szóval látjátok, nincsen fogyasztó bedugva a konnektorajzatba, a villanyóra 1,4 wattot fogyaszt, itt van az a kis papírdarab, állványon a kamera, gyors felvétel következik. Bizony, most azt láttátok, hogy a villanyórának az alumínium tárcsaja akkor is forog, hogyha nincs bedugva a fogyasztó, ott látjátok, nincsen bedugva a fogyasztó, a villanyóra viszont megkapja itt a hálózatot, és a papírlap szépen elért eddig az alumínium falig, és most nem tud tovább forogni, vagy hogyha forog is, akkor csak nagyon-nagyon lassan, hiszen ez a papírlap megakadályozza a további forgást. Miről is van itt szó? Ezt a villanyóra tervező is észrevették, mégpedig azt, hogyha nincsen rajta fogyasztó, akkor bizony ez az alumínium korong forog. Ezért ide helyezték ezt a kis pöcköt, amit itt láttok. Próbálom megmutatni jobban. Szóval itt van ez a kis pöcök, és ott hátul van egy másik kis pöcök, és ez a két pöcök egy vonalban van, akkor a villanyórának a tárcsaja megáll. Itt ez a két pöcök nem ér egymáshoz hozzá, szóval nem azért áll meg ez a tárcsa itt ebben a pozícióban, mert mondjuk mechanikailag akad, hanem arról van szó, hogy a felső pöcök hozzá van kapcsolva ez a tekercshez, és ebből a tekercsből kicsatol egy kis mágneses teret, és az megállítja így gyakorlatilag a tárcsát ebben a pozícióban. Ezt is nézzük meg, elfordítom ebbe az irányba, bedugom a villanyórát, mégpedig úgy, hogy nincs rajta fogyasztó, és nézzétek meg, hogy szépen el fog fordulni, ebbe a pozícióba megáll és nem fordul tovább. Így rakom, bedugom a villanyórát. Bedugtam, most következzen egy kis gyorsított felvétel. Nos, látjátok, működik ez a dolog, gyakorlatilag ebben a pozícióban magától megállt a tárcsa, és nem forog tovább. Szóval ezt jól megoldották. A villanyórának itt a tárcsája nem forog, ott van rajta egy fekete jelzés, abban esetben, hogyha nincs bedugva ide a fogyasztó, ezt is várnánk. Miközben a villanyóra 1,4 wattot továbbra is fogyaszt, de ugye ezt nem számlázza így, mert a formában nekünk a szolgáltató, hiszen ez a kerék, mint látjátok, továbbra sem forog. Viszont mi történik akkor, ha bedugom ezt a tabletet tölteni? Itt van egy kis USB-s töltő, bedugtam, így. Gondolom mindjárt elkezdi tölteni a tabletet. És itt most láthatjátok, hogy az egész szerkezet 7 wattot vesz föl, ebből ugye 1,4 watt a villanyórának a saját fogyasztása, a többi pedig ennek a tabletnek a töltésére megy. Megnézzük, hogy a villanyóra képes ezt a fogyasztást megmérni vagy sem, szintén késztek egy gyorsított felvételt. Nos, állványon van a kamera, be van dugva a tablet, töltődik. Itt láthatjátok elvileg a fogyasztást, ott elvileg 7,1 wattot mutat, remélem látszódott. És nézzétek itt, ezt a fekete résztől meg van festve az alumínium korong, csak egy gyorsított felvételt. Ennek az lett az eredménye, hogy az a 7 watt
amit most itt fogyasztok, nem képes vinni a villanyórának az alumínium tárcsáját, és látjátok, ott van az a pöcök, amit az előbb mutattam, az gyakorlatilag ilyen kis fogyasztás esetén megakadályozza, hogy az alumínium tárcsa forogjon. Szóval ez erre is jó, gyakorlatilag ez az a fogyasztás határ, amikor még nem mozdul meg a villanyórának a kereke, viszont hogyha kicsit nagyobb a fogyasztás, mondjuk 10-15 watt, akkor már szépen forogni kezd. Ha valaki szeretné megnézni, hogy mennyire pontosan mér a villanyórája, akkor meg kell nézni ezt a számot. Ez ugye itt 450, de vannak más villanyórák, ahol ez a szám nem 450. Ez a 450 azt jelenti, hogy 450 körül fordulás ennek a tárcsának itt, tehát ennek a tárcsának 450-szer való körül fordulása, így az azt eredményezi, hogy itt egyet nő a számláló, mármint itt ebbe a fekete mezőbe egyet, tehát 1 kWh-t nő a számláló, amit itt mutat, annak hatására, hogy 450-szer körbe fordul. Ugye az 1 kWh az 1000 wattóra, hogyha az 1000-et elosztom 450-nel, akkor 2,22 jön ki, végtelen tizedes tört, mondjuk 2,22-vel számoljunk. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy körbefordulása itt a tárcsának, ennek a tárcsának, az 2,2 wattórát jelent. Itt van ez a reflektor, be fogom dugni, megnézzük, hogy mennyit fogyaszt ez a reflektor, és meg fogjuk nézni, hogy mennyi alatt megy körbe egyet itt a tárcsa, és abból ki lehet számolni, hogy milyen pontosan mér a villanyóra. Lehetne persze úgy is csinálni, hogy egy órán át világít az a reflektor, de gyakorlatilag egyetlen egy körbefordulásból is már lehet következtetni, igaz, akkor mondjuk nem lesz olyan pontos, sokkal célszerűbb benne mondjuk egy órán át menetni ezt a reflektort, és itt leolvasni a dolgokat, viszont arra most nincs idő, hogy egyetlen egy körbefordulást fogunk megnézni. Előzetesen már megnéztem, hogy 344 wattot fogyaszt az a reflektor, de azért nektek is megmutatom. Bedugom ide, bedugom a villanyórát is, és nézzük meg a kijelzőt. Várjunk még egy kicsit. 339, 334, 333. Jó, szerintem ez a halogén lámpa most már bemelegedett, úgyhogy számoljunk úgy, hogy 333 wattot fogyaszt ez a halogén lámpa, és akkor most berakom ide a kamerát, ide erre a részre, rögzíteni fogom, és megnézzük, hogy ez a fekete rész, amit most láttok, milyen gyorsan fordul körbe, mennyi alatt tér körbe egyetlen egy körbefordulatot. Ugye azt láttad, hogy ez a kis korong 24 másodperc alatt fordult egyszer körbe. Most ez a reflektor nem világít, meg nincs bedugva oda a villásdugó, így ez a korong most nem forog. Viszont azt is mondtam, hogy ez a korong, amikor egyszer körbefordul, és ezt az egyetlen egy körbefordulást egy óra alatt teszi meg, az 2,2 wattórának felel meg. Itt nagyon fontos, hogyha egy óra alatt fordul egyszer körbe. De itt nem egy óra alatt fordult egyszer körbe, hanem 24 másodperc alatt, így a 3600-at el kell osztani 24-jel, az ugye 150, és a 150-nel meg kell szorozni a 2,22-t, és így kijön, hogy 333 wattórát fogyasztott ez az egész, illetve annyit fogyasztott volna, hogyha egy órán keresztül ez a reflektor be lett volna dugva, tehát gyakorlatilag összevág az eredmény azzal, amit a fogyasztásmérő, bármint ez a digitális fogyasztásmérő mutatott. Valami miatt valaki összecserélni a fázist a nullával, és ide kötné be a nullát, ide pedig a fázist, akkor is működik ez az egész, csak nem szerencsés így a bekötés, ezt is megmutatom. Most itt be van dugva, és nézzétek meg, ezen az oldalon van a fázis, itt csípol a műszer, itt pedig itt a nulla van, és hogyha bedugom a reflektort itt, akkor láthatjátok, hogy a korong forog, meg is mutatom. Itt láthatod, hogy forog a korong, és jó irányba forogott mutatja a nyíl. Most visszarakom a kamerát az állványra, így. És ha megfordítom itt a villásdugót, hogy a fázis a másik oldalon legyen, tehát most itt van a fázis, itt pedig a nulla, akkor is ugyanabban az irányba forog ez az egész, mutatom. Látod, ugyanabban az irányba forog, pedig a fázist most ide kötöttem, és ide nem szabad bekötni, de hogyha valaki mégis rosszul kötné be, akkor a villanyóra mérését ez nem befolyásolja, ugyanúgy működik. Na, egyből felmerül az a kérdés, hogy mi történik akkor, ha valaki ezt a két darab fázisvezetéket cserél össze. Ugye ez a fázisvezeték arra hivatott, hogy az utcai hálózathoz csatlakozzon, ez pedig a lakásnak a fogyasztóihoz csatlakozik.
Úgyhogy ezt most meg is cserélem, ezt kihúzom innen, kihúzom, ide ezt visszacsatlakoztatom, és ezt is visszacsatlakoztatom. És most gyakorlatilag annyi történt, hogy erre a vezetékre vannak kötve a fogyasztók, arra a vezetékre lesz rákötve az a lámpa, amit ott láthattok. Bedugom ide a halogén lámpát, villanyórát is csatlakoztatom. Nézzétek meg, ezen az oldalon van a fázis, itt. És nézzük meg, mi történik a villanyórának a kerekével. Itt láthatjátok, ugye, itt láthatjátok a normál forgás irányt, az előbb már mutattam, és ez a kerék bizony visszafele forog. Mindjárt ott lesz való az a fekete kis rész, és akkor látni fogjátok, hogy visszafele forog. Szóval ez nem a normál forgás irány, hiszen a normál forgás irány abba az irányba lenne, ez pedig erre forog, erre visszafele. Ha ilyen visszafele forgó villanyórát látsz, akkor mindenféleképpen értesíteni kell valakit, mert nem normális. Ezzel én nyugodtan játszhatok, hiszen ez a saját villanyórám, akár szét is szedhetem, bármit csinálhatok vele. És egyes trükkös emberek mágnessel is próbálkoznak, itt van a szupermágnes, nem ötletadónak adom, viszont én kíváncsi vagyok rá, hogy mit csinál a villanyóra, ilyen szupermágnes kerül közelébe. Az előbb láthattátok, hogy ez a reflektor ide került, mármint hozzácsatlakozott a villanyórához, akkor 24 másodperc alatt fordult meg a kerék, odarakom ezt a mágnest, nézzük meg, mi történik. Ugye mivel nincs itt a burkolat, így nagyon közel tudom helyezni a mágnest, és ide helyeztem, itt láthatjátok, mennyi hézag van a tárcs és a mágnes között, kb. 2 mm. Ide fogom a kamerát az állványra, megkapcsolom a reflektort, és megnézzük, hogy a 24 másodperc megváltozik-e, mármint ennek a koronak körbefordulási ideje. No, minden készen áll, itt van a mágnes, csatlakoztatom a villanyórát, és hadd szóljon. Hát bizony-bizony itt a mágnes hatással volt a forgás sebességre. Nyilvánvalóan ilyet sem szabad csinálni, viszont ne felejtsétek el, ez a mágnes nagyon-nagyon közel van a tárcsához, hiszen nincsen fönn a burkolat. Visszarakom a burkolatot, és hozok egy sokkal nagyobb mágnest. Itt van a mágnes, ez szép nagy, viszont elhelyezni sem egyszerű, és igazából azt tudom, hogy hova kéne rakni, viszont ez a rész mágnesezhető, úgyhogy megpróbálom valahogy ide rakni. Hát szerintem így nem fog csinálni semmit, legalábbis nagyon remélem, hogy felkészítették a villanyórát arra, hogyha valaki ilyen baromi nagy mágnest ide rak, akkor is jól fog mérni. Mindegy, a pozíció igazából, az a lényeg, van ott egy mágnes, bedugom ezt az egészet, itt minden meg is mutatom. Így, né. Hát, csak sikerüljön eltalálni, így, né. Világít a reflektor. Nézzük meg, hogy a 24 másodperc, az 24 másodperce most. No, levettem a mágnest, és láthattátok, hogy most gyorsabban körbefordult a villanyórának az alumínium tárcsája, mint 24 másodperc, szóval most a villanyóra a másik irányba csal. Mágnessel egyébként nem szabad hűíteni a villanyórát, semmi jó nem származik belőle. Lesz ennek a videónak egy következő része is, ahol meg fogjuk nézni, mi történik akkor, hogy ezt a transformátor csatlakozhatom a villanyórához, illetve egyéb érdekességekkel is készülök. Videóm előző részében mutattam nektek, hogy ebben a villanyórában van beállítási lehetőség. Hogyha például a fogyasztó erősen induktív, akkor gyakorlatilag be lehet állítani a villanyórát úgy, hogy akkor is jól méri a fogyasztást. Erősen induktív fogyasztót például úgy lehet létrehozni, hogy például azzal a halogén reflektorral sorba kötök egy ilyen transformátort, viszont én már előzetesen tudom, akkor is tökéletesen fog mérni a villanyóra. Szóval ez egy nagyon ügyes kis szerkezet, ezzel a videóval készültem számotokra, remélem érdekesnek találtátok, és ne ismételjétek meg otthon, nem szabad a villanyórát babrálni, gyertek máskor is, várom a kommenteket, sziasztok!